Zene szóra áramlott be az érdeklődő tömeg a Tájházba szeptember 4-én este, hogy megnézzék az Oberon Társulat előadásában a Bündeltánc című történelmi múltidézést. Az előadás a magyarországi németek elűzésének történetét dolgozza fel. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnöke családjával érkezett az előadásra. Azt mondja, elevenen él még a svábokban ez a szörnyű időszak, és minden leszármazott életére kihatással van. Bizony, mi még az a generáció vagyunk, aki megélhettük azt, hogy beszélhettünk az öregekkel, akik a legnagyobb szükséget is át kellett, hogy éljék, és továbbadták nekünk a legnagyobb kincsüket, az anyanyelvünket, természetesen mellette tudást, megmaradt vagyont, mindent, de mégiscsak ez a legnagyobb kincsünk, és ez a legnagyobb összetartó erőnk, ez a közös kapocs. A rokonságot tépte szét a II. Világháborút követő események sorozata. Ha személyes példát mondhatok, legközelebbi rokonaim, unokatestvéreim Németországban élnek. Régebben képeslapok és levelek váltása volt a szüleink idejében, ma már a modern elektronikai eszközöket, informatikai eszközöket ki tudjuk használni, és így hallunk, látunk egymásról, de bizony 1000 kilométereket kell ahhoz utazni, hogy a legszűkebb család összeülhessen, mindenképpen kihat. Tehát akit elszakítottak, nekik sem egyszerű, nyilván nekik a legnehezebb, de az itt maradottaknak sem volt könnyű. Ákli Krisztián, a darab írója és rendezője, egy hiánypótló darabot hozott létre. Már évek óta a fejemben volt egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltnak a történelme, az milyen módon határozza meg a mi mostani identitásunkat, a magyar identitást. És ezt narratív identitásnak hívják egyébként, van egy ilyen tudományos szakirodalma is, tehát én eléggé belástam már magam ebben a dologba, és hogy ennél szerintem egy nagyon fontos alkotó pillér az a II. Világháború utáni események, ugye most például a gulágnak a föltárása vagy a történelmi föltárása zajlik, és ez mellett egy nagyon fontos és nagyon kevésszer szerintem méltó figyelmet nem kapó téma, ez a sváboknak a kitelepítésének a témája. És már évek óta gondolkodtam azon, hogy lehetne erről szerintem a színházon keresztül valami történetet átadni, valamit elmesélni, és akkor most jött el az idő, 2021. augusztusában, amikor a premierünk volt, hogy létrejött az előadásunk, és nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon sok helyszínre, nagyon sok településre hívnak minket, és ha minden igaz, akkor például ebben az évben ez már a 12. előadásunk. Na? Und was muss ich von den Tuch wissen? Megint németül. Verstehst du das doch nicht? Ja, ja, 4:12. Kannst du Deutsch? Tudom jól, hogy kannst du. Igen. Gondoltam, magyarok vagyunk egy magyar házban, akkor beszélhetnénk magyarul. És akkor nem lehet Deutschul? Oh Gott, in Himmel, Entschuldigung. Bocsánat. Én szerintem az ezzel kapcsolatos ilyen transzgenerációs traumák azok sokkal jelentősebben élnek, mint mi azt hisszük, és nagyon sok olyan család van, akiknek ez a mindennapjait úgy határozza meg, hogy közben talán nem is tudjuk, hogy ez hat ránk, és úgy állítottam össze az alkotócsapatomat is, hogy az Oberon Társulat nem egy fix társulattal dolgozik, hanem mindig egy adott témára, egy adott projektre szerveződik, hogy mindenki is svábszármazású, és valamilyen módon mindenki érintett a témának a kapcsán. Mindenki, kivéve őt. És talán ez véget tudok lenni az objektív külső szem. Tehát én nem a sebeimet tépkedem föl, vagy nem egy ilyen öngyógyító folyamatot tartok, hanem megnézek kívülről egy eseményt, és ennek kapcsán megpróbálok ebből valami olyan fajta színházi anyagot gyúrni, ami úgy szól erről a témáról, hogy a jelenről is, a 21. századi Magyarországról is mesél. Nem az a célunk, főleg az előadás első szakaszában, hogy föltépkedjük a sebeket, és akkor egy ilyen rituális 80 perces közös írás legyen, de hát természetesen a téma az nem, tehát nem tehetjük azt, hogy ez nem egyfajta megemlékezés is. És hát eddig nagyon-nagyon nagy a pozitív értelmet visszhangja az előadásnak, és tényleg olyan településeken töltöttünk meg 150-200 fős nézőtereket, ahol mondjuk, de most Fekedet hadd mondjam példának, amikor a fekedieknek játszottuk, Fekeden olyan 220-an laknak, 140 néző volt. Egy augusztus hónapnak a közepén Szederkényben is, vagy Himesházan is úgy volt, hogy le kellett zárni a regisztrációt, mert nem fért be már több néző, és ez is mutatja azt, hogy szerintem ez egy releváns téma, ez egy fontos dolog, és hogy igyekszünk ezzel kapcsolatban úgy megfogalmazni valamit, ami
ami tényleg azt gondolom, hogy inkább arról szól, hogy ilyen ne forduljon többet elő, mint arról, hogy mondjuk a régen volt felelősöket megpróbáljuk felelősségre vonni. Bár a körülbelül 70 perces előadás alatt sokszor felnevettek a nézők, a történet végét mindenki tudta. Segítek! Ha egy név lekerül a listáról, akkor kell egy másik helyette. Ha kettő név kerül, akkor kettő kell helyette. Érted? Minden színházi előadás akkor érvényes, ha jelenről szól, és hogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és hogyha megtalálta ezt a jelenre vonatkozó részt, akkor beszélgessünk róla. Bár maradtam volna benne végig, de az ember vágyai vezérlik, vágyaimnak sólyom szárnya támad, odahagytam őslakom s anyámat.